Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a V4 Future Sports Festival gaming arénájának színpadán, ahol pillanatokon belül elkezdjük a versenyt. Ez nem egy Yuriko cosplay, én még mindig Erka vagyok. Ugye ő most indult a versenyünkön, úgyhogy engem ért a megtiszteltetés, hogy minden versenyzőt és zsűritagot felkonferáljak ide a színpadra, és bemutassam az általa elkészített karaktert. Viszont én nem is húznám tovább az időt, és el is kezdeném a zsűrit felszólítani ide a kis kanapénkra. Ők egyébként öten lesznek. Első zsűritag, akit ide a színpadra szólítanék, teljes nevem Békési Ág, és egyébként Salome néven ismerhetitek. Róla pár információ, ő 10 évvel ezelőtt vetette bele magát a cosplay világába is, 2010-ig nagyon sok versenyen részt vett, ahonnan többször távozott díjakkal és helyezésekkel megpakolva. A jelmezeiben science fiction és fantasy karakterek elevenednek meg, de persze mindig benne van a saját egyénisége is, és az, ami egyedivé teszi alkotásait. Még a kezdetekkor többet magával megalapította a cosplay.hu oldalt, ami ebben a stílusban úttörő volt Magyarországon egyébként. Persze egy ideje már nem csak versenyzőként találkozhatok vele, hanem a rendezvényeken és a versenyek szervezőjeként is szerepelni szokott, úgyhogy nagy tapsot szeretnék kérni még egyszer Salomének. A második zsűritagunk Madarász Viola, teljes nevén, de esetleg ti Bellatrix Peróként ismerhetitek. Több mint 5 éve aktívan részt vesz versenyeken, és az idei téli mondokon keretein belül neki ítélték az év cosplayerre díjat is. Viszont saját bevallása szerint nem csak cosplayer, de Photoshop boszorkány is egyben. A digitális képszerkesztés a jelmezek világában egyébként egy nagyon fontos lépés, hiszen ez hívja életre a fényképen lévő varázslatos lényeket. Bella pedig itthon az egyik legismertebb, ezzel foglalkozó grafikus egyébként, aki szívesen segít más cosplayereknek is, tehát ha szükségetek van egy csipetnyi varázslatra, akkor őt is esetleg meg lehet ezzel keresni. A kosztümjeiben egyébként filmes karakterek elevenednek meg főleg, de a DC világ és az Assassin's Creed széria is a kedvencei közé tartozik. Még egyszer Bellatrix Peró a színpadon! A harmadik zsűritagunk neve Laura Göceová, egyébként Kaminári néven lehet ismerni, és ő Szlovákiából érkezett hozzánk. Az ő nevem is már évek óta ismert lehet ebben a szcénában, és versenyzője a helyi, illetve nemzetközi cosplay világnak. A jelmezeiben főleg a játékok világa kerül elő, azok közül is nagyon sok a League of Legends karakter, amit magára öltött, életre hívott. De persze ezen kívül a képregények és az elmaradhatatlan anime is részét képezi repertoárjának. Azon kívül, hogy részt vesz a versenyeken, a közösségi oldalán nagyon sok videót készített már arról, hogy milyen anyagokkal dolgozik, és persze azt is elmondja, hogy egy-egy karakter esetén miért ezt a stílust, illetve kiegészítőket választotta. Szeretném felhívni közén Kaminárit. Természetesen neki is egy nagy tapsot kérnék. A következő zsűritagunk Kamila Jablomska, ki egyébként Lengyelországból érkezett hozzánk, és Andrasta néven ismerhetitek. Az ő élete igazi klasszikus történet egyébként. Gyerekként imádta a számítógépes játékokat, különösen az MMO és az RPG stílust, majd ahogyan teltek az évek, szerette volna ezt a kedvenc karaktereit életre hívni. A jelmezeiben egyesül az édesanyja által tanított varrás és szabás, illetve az apukája műszaki tudása, a festés és az elektronikai kiegészítők. A munkáiban próbál mindig új dolgokat kitalálni. Ez abban teljesedik ki, hogy szívesen választ modelleket a képregények, a filmek, a játékok, az animék vagy akár a könyvek világából is. Az egyik legérdekesebb, hogy az alap varrás és technikai tudásán kívül mindent az internetes videókból tanult meg. A ruhákon kívül nagyon fontos számára a smink is, szerinte ez teszi fel az igazán jó jelmezre a pontot. Andrasta, please join us! És így van, neki is egy nettapsot szeretnék kérni. Welcome in the stage! És végül, de nem utolsó sorban, természetesen a férfiak sem maradhatnak ki ebből a kategóriából. Körünkben üdvözölhetjük majd Bogdan Kurgust, alias Bender Schildet, aki egyébként Szerbiából érkezett hozzánk.
Az ő története már hosszú évek óta elkezdődött, ugyanis eléggé aktívan versenyez. Az utóbbi 10 évben sok magyar versenyen ért el, sok nagy versenyen ért el kitűnő eredményeket. Többek között ő lett a legjobb cosplay díja a ChibiConon 2015-ben, a BeoConon szintén 2015-ben, és a FantasyConon 2016-ban, és még sorolhatnánk egyébként az eredményeit. A saját szavaival élve benne egyesül egy cosplayer, egy színész, egy vágó, egy mérnök és egy kézműves, na meg persze egy józan őrültség is. A különböző közösségi médiákban nagyon sok képet oszt meg magáról, hogy lépésről lépésre bemutathassa, mind dolgozik éppen, és a különböző kiegészítőket milyen technikával használja fel. A színpadon tehát Bender Shield, please join us to the stage and welcome! Ahogy látjuk, most is egy remek műben tündököl, úgyhogy kap is egy kis segítséget a helyfoglaláshoz. A színpadon tehát a 2018-as cosplay verseny zsűrije. Viszont én ide elbújok a háttérbe, és inkább át is adom majd a helyet, hiszen az elkövetkezendő percekben szebbnél szebb remek művek fognak előttünk felvonulni. Nem is tudok egyébként tényleg jobb szavakat használni. Láttam a Work in Progress fotókat és az elkészült művekről is az anyagokat, úgyhogy egyszerűen tényleg csodálatos szinte az összes. Egytől egyig én nem lennék a zsűri helyében, nagyon nehéz lesz dönteni szerintem.